tűzmegelőzés az ünnepek alatt. Ügyészi indítvány Bróker Marci ügyében eredményes volt az összefogás a Tiszáért, kutyák Jászberényben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 16-án 18 óra 5 perckor. Megkezdődött az advent. Ilyenkor nagyon sokan gyújtanak gyertyát, csillagszórót, sokan díszítik a karácsonyfát, házat. A karácsonyt követően pedig sokan vásárolnak tűzi játékot szilveszterre. Hogy miket érdemes betartani az ünnepek alatt a tűzmegelőzés jegyében, a következő hírünkből kiderül. Kovács Zoltán János, a karcagi katasztrófavédelmi kirendeltség megbízott osztályvezetője azt tanácsolja, hogy csak olyan fényfüzért vásároljunk, ami kereskedelmi forgalomban van, és garanciát is vállal rá a kereskedő. Csak olyan fényfüzéreket vásároljanak, amik nyilván kereskedelmi forgalomban vannak, és megfelelő ugye a kereskedők által tanúsítványt kiadott, és esetlegesen garanciát vállaló fényfüzéreket szabad használni. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogy olyan fényfüzérek, amik az interneten, világhálón keringenek, és nem tudjuk a származási helyét, illetve nem tudjuk azt, hogy ezek honnan jöttek, milyen összetételben, milyen technikai felszereltséggel vannak, ezeket mindenképpen azt javasoljuk, hogy ne használják, csak olyan biztos helyről, boltban, kereskedelemben forgalmazott fényfüzéreket vásároljanak, amire a gyártó ugye garanciát vállal. A szakember azt is javasolja, hogy olyan fényfüzéreket, amelyek az interneten keringenek, és nem ismert a származási helye, ne vásároljunk. Mindenféle külső hőmérsékleti tényezőknek is ki vannak téve ezek a fényfüzérek. Már most eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag vannak, amit kifejezetten kültérre ajánlanak, és vannak, amit beltéri használatra ajánlanak. Tehát ebből is adódik az, hogy ha valamivel olcsóbb is, ne spóroljunk azon, hogy esetleg egy beltéri fényfüzért rakunk ki kültérre, ahol a nedvesség, páratartalom és egyéb külső befolyásoló tényezők alapján ne adj Isten tűzesethez vezethet a dolog. Az ünnepi asztalra a gyertyát és adventi koszorút is körültekintően vásároljuk, de meggyújtás után egy percre se hagyjuk felügyelet nélkül, arra is oda kell figyelni, hol helyezzük el. Nagyon fontos, hogy soha ne tegyük ezeket a gyertyákat, mécseseket éghető anyag közelébe. Ezekben az esetekben is a legfontosabb a megelőzés, tehát körültekintően vásároljunk olyan adventi koszorút, vagy mécsest, vagy bármiféle gyertyát, hogyha annak a meggyújtásával gyakorlatilag semmiféle további tüzet ne tudjunk előidézni. Itt gondolok arra is, hogy oda kell figyelni arra, hogy hol helyezzük el ezt az adventi koszorút, hol fogjuk meggyújtani, milyen egyéb környezeti tényezők vannak, ami esetleg tűz forrásához vezetnek, illetve ami még azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy soha ne hagyjuk felügyelet nélkül ezeket a gyertyákat, mécseseket, ez a legfontosabb, hogy mindig felügyelet mellett használjuk. A feldíszített fenyőfán lévő csillagszórót is körültekintően helyezzük el, hogy nehogy lángra kapjon. Ha kicsi gyerek van, magasabbra tegyük a csillagszórót, gyertyát, hogy ne érje el. A csillagszórók azért fokozott veszélyt jelentenek, főleg, hogyha korábban megvásároltuk a fenyőfát, és ugye a díszítéskor az már elég száraz állapotban van, akkor egy kicsi szikra is elég ahhoz, hogy itt tűz keletkezhessen. Itt is csak a körültekintésre tudom felhívni a figyelmet, illetve az, hogyha olyan kicsi gyerek van, magasabbra tegyük aztán a csillagszórót, hogy ne érje el, és ugyanúgy egy percre ne hagyjuk felügyelet nélkül, hogyha használjuk ezeket a csillagszórókat. Szilveszterkor használható tűzi játékokat csak olyan konténerből szabad megvásárolni a város belterületén, vagy olyan szakboltokból, akiknek erre külön engedélye van, tehát egyéb utcai árusoktól nem, már csak azért sem, mert a származása nem ismert. Ezeket a szilveszterkor használható tűzi játékokat ugye csak olyan konténerekből szabad megvásárolni a város belterületén, vagy olyan szakboltokból, akiknek erre külön engedélye van, tehát egyéb utcai árusoktól ezeket nem szabad megvásárolni, már csak azért sem, mert a származása és az eredete ugye az nem biztosított. Ha
használunk mégis, akkor ugyanúgy a tűzijátékoknál azt tudom elmondani, hogy körültekintően próbáljuk úgy ezeket a tűzijátékokat elhelyezni és működésbe hozni, hogy az egyéb károkat és tüzet ne okozhasson. Sajnos az elmúlt években nem egyszer volt erre precedens, hogy olyan náttetős ház közelében használták, ahol a visszahulló szikra parázsmaradványból sajnos tűz keletkezett, és ez egy családi ház vagy egy háznak a leégéséhez vezetett. Ügyészi indítvány Bróker Marcsiként elhíresült vádlott bűnügyi felügyeletének és nyomkövető technikai eszköz alkalmazásának elrendelésére. A sajtóban csak Bróker Marcsiként nevezett vádlott ellen különösen jelentős kárt okozó csalás büntette és más bűncselekmények miatt a szolnoki törvényszéken folyamatban lévő bűnügyben a 2019. december 10-én tartott tárgyaláson sor került a terheltel szemben 2019. december 16-ával alkalmazható kényszerintézkedésre irányuló ügyészi és védői indítványok megtételére. A vádlott terhére rótt bűncselekmények közül a legsúlyosabbat a törvény 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, ezért tekintve, hogy az ügyében még nem született elsőfokú ítélet, 3 évig lehet letartóztatásban. Bróker Marcsi esetében ez a határidő 2019. december 16-án le fog járni. A letartóztatás megszüntetése a 3. évi tartam közelgő letelte miatt kötelező. Ugyanakkor az a tény, hogy a vádlott a hatóságok elől megszökött, továbbá, hogy a bűnismétlés veszélye is fennáll, másik személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés a bűnügyi felügyelet elrendelését indokoltá teszi, amelyhez a nyomkövető technikai eszköz használatának elrendelése is szükséges. A Jásztagykun Szolnok megyei főügyészség ügyésze indítványozta a Bróker Marcsi néven elhíresült vádlott letartóztatásának megszüntetését 2019. december 16 napjával, tekintettel arra, hogy a letartóztatás maximális tartama akkor jár le. A letartóztatás megszüntetésével egyidejűleg indítványozta, hogy a törvényszék kényszerintézkedésként bűnügyi felügyeletet rendeljen el a vádlottal szemben, és ennek biztosítására nyomkövető technikai eszközt is alkalmazom. A mai napon a bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően bűnügyi felügyeletét rendelt el a vádlottnak, tekintettel arra, hogy a kényszerintézkedés feltételei továbbra is megállapíthatók vele szemben. 2019. december 16 napjával a letartóztatása megszűnik, méghozzá biztosítva a technikai eszközt a nyomon követésére. A bíróságnak a végzése véglegessé vált, sem az ügyész, sem pedig a védelem fellebbezést nem jelentett be. A Jászhegyi-Kun Szolnok megyei főügyészség a törvényi rendelkezéseknek megfelelve indítványozta a terhelt letartóztatásának megszüntetését. Ezzel egyidejűleg indítványt tett arra is, hogy a törvényszék rendelje el a vádott bűnügyi felügyeletét, amelyhez kapcsolódóan a terhelt mozgásának ellenőrzését nyomkövető technikai eszköz alkalmazásával biztosítsa. A kiskörei vízlépcsőnél 10 000 tonna hulladék és uszadékfa megállításával, kitermelésével és feldolgozásával zárult az a háromoldalú összefogás, amelyet a PETKUPA, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Coca-Cola hirdetett meg július közepén. A PETKUPA szervezet akcióinak köszönhetően a Tiszatónál és a folyó felsőbb szakaszain további 36 tonna hulladéktól mentesült a folyó. A kiemelt műanyag több mint fele újra felhasználásra került. A téli időszak a folyami hulladékok útjának kutatásával folytatódik. Az árvizekkel szinte minden esztendőben jelentős mennyiségű uszadék, szerves anyag és kommunális hulladék vonul le a Tiszán. A kiskörei vízlépcső az első olyan műszaki létesítmény, ami megállítja a szemét áradatot, megkímélve ezzel az alsó folyószakaszokat a jelentős szennyeződéstől. Idén minden korábbinál több uszadék és hulladék érkezett. A duzzasztómű felett kialakult torlasz felülete elérte a 17 000 négyzetmétert. Vastagsága helyenként meghaladta a 3 métert. A helyzet felszámolása és hatékony kezelése érdekében fogott össze az állami,
vízügyi, civil és vállalati oldal. A nyár közepén indult összefogás célja a folyamatos védekezés, a kitermelt hulladék jelentős mértékű újrahasznosítása és a folyó egyre nagyobb mértékű megtisztítása volt. Az 5 hónapon keresztül zajló kitartó munka után a felgyülemlett hulladék kitermelése és szétválogatása az elmúlt napokban ért véget. A kitermelt és feldolgozott fa, szerves anyag üvegfém és műanyag hulladék együttes tömege a vízügyi jelentések szerint közel 10 000 tonna. A vízlépcsőnél megrekedt, szilárd kommunális és szerves hulladék kitermelés az évek során bevált módszerrel, úszó rakodó munkagéppel történt, és ezzel megpakolt 200 tonnás uszályt pedig egy jégtörő vontatta a kötivízi kiskörei szakaszmérnökségének üzemi kikötőjébe. A közös beavatkozás fontos részét képezte, hogy a haszon anyagok kikerüljenek a katréból. A PET-kupa önkéntesek és hulladékgazdálkodási szakemberek bevonásával végezte el a műanyag és kommunális hulladék szakszerű szétválogatását. A szelekcióval hatékonyan segítették a hulladék megfelelő elszállítását és újrahasznosítását, illetve csökkentették a vízügyi terhelő költségeket. A felkészült önkéntesek anyagfajtánként válogatták szét a hulladékokat, a PET palackokat pedig szín szerint válogatták és bálázták. Az eddigi gyakorlat és tapasztalat szerint a lakossági eredetű hulladékok fele hasznos másodnyersanyagként kerülhet vissza a körforgásba. A helyzet felszámolására a Coca-Cola Magyarország, a Coca-Cola Globális Alapítványa révén a hulladékmentes Tisza projekt keretében nyújtott anyagi támogatást. Az alapítvány több mint 30 év a nemzetközi működési bevételének 1%-át különféle, többek között fenntarthatósági célokra fordítja világszerte. Itthon ennek segítségével valósulhatott meg a kiskörei helyzet felszámolása. Ennek révén szerveződtek újabb takarító akciók, készülhetnek innovatív, reciklált termékek, és a PET kupa nemzetközi szinten is népszerűbbé válhat. Nagyon örülünk, hogy már idén nyártól segíthettük a PET kupa munkáját, és részesei lehettünk a Tisza hulladéktól való megtisztításának. Munkatársaink és a palackozó partnerünk dolgozó kollégák szép számban csatlakoztak az önkéntes akcióhoz, amiből jól látszik, hogy nem csak vállalati szinten, de egyenként is fontos legtöbbünknek, hogy odafigyeljünk a környezetünkre. Támogatásunk jövőre is folytatódik. A hulladékmentes Tisza projekt révén közelebb kerülhetünk a globális hulladékmentes világ stratégiánk megvalósításához, melyben központi helyet foglalnak el a begyűjtésre és újrahasznosításra vonatkozó vállalásaink, mondta Kerekes Péter, a Coca-Cola Company Magyarországi igazgatója. A takarító környezetvédelmi akciók sorozatában a PET kupa idén több olyan vállalati csapatépítő programot szervezett, amelyek keretében a cégek önkéntes munkatársaikkal egy-egy nap leforgása alatt gyűjtöttek össze tonnákban mérhető mennyiségű hulladékot. A Coca-Cola az első nyári akció során 70 vállalati önkéntessel összesen 1,5 tonna hulladékot gyűjtött be és válogatott szét, szeptemberben pedig a takarítási világnap keretében közel 100 munkatársunk érkezett Díny és Hátra, és a nap végére 2 tonna hulladéktól mentesítették a folyót. A Kiskörén, Díny és Háton és Tiszafüreden lebonyolított vállalati csapatépítő programokkal összesen 8 tonna hulladékot sikerült eltávolítani, mind a tóból és az ártérből. Tiszató ökológiai kincseinek és turisztikai célpontjainak védelméhez a PET kupa idén először azzal is hozzájárult, hogy a felső Tiszán már közismert pillepalack hajókkal szervezett hulladékderbit a Tiszatavon is megrendezték, ami soha nem tapasztalt népszerűséget és további támogatásokat generált a Tisza megsegítésére. A 2 hajós versennyel és évközben a folyó több szakaszát érintő hulladékgyűjtő akciókkal idén összesen 36 tonna hulladék szakszerű kitermelése és feldolgozása valósult meg. A PET kupa szervezői működésük 7 év alatt csaknem 2000 aktív elkötelezett környezetvédő aktivistát vontak be a Tisza megtisztításába, amiért múlt héten az elismerő év civil szervezeti önkéntes programja díjat vehették át az önkéntes központ alapítványtól. Az idei összefogás tovább növelte a PET kupa önkéntes táborát, és olyan egyéni akciók megvalósulását is segítette, mint Párdi Bence több hónapos folyótakarító küldetése. Az első tiszatavi PET kupán résztvevő Bence megtapasztalva a szennyezés súlyosságát, 1000 zsák szemét összegyűjtésére vállalkozott, amit mára már túl is szárnyalt. Erőfeszítéseihez sokan csatlakoztak, és a világsajtó is felfigyelt rá, ami tovább
további multiplikátor hatás jelent, és remélhetőleg további akciókat és vállalásokat generál. Napjainkban a műanyag szennyezés az egyik legsúlyosabb globális környezetvédelmi kihívássá vált. Egyes adatok szerint a világszerte termelt műanyagok csupán 15%-a hasznosul újra, és ugyanekkora mennyiség kerül kontrollálatlanul a természetes környezetbe. A természetfilm.hu egyesület a Tiszai Petkupát működtető non-profit társadalmi szervezetként ismeretterjesztő és szemléletformáló programjaival, filmjeivel és a hulladék útját vizsgáló kutatásaival szeretne javítani a helyzetet. Ahhoz képest, hogy mekkora problémát jelent a műanyag szennyezés, meglepően keveset tudunk róla. Nincsenek adataink arról, mennyi utat tesz meg egyszerre egy pillepalack, mennyi időt tölt az ártérben, és ha egyszer fennakad a fák között, van-e esély rá, hogy a következő áradással továbbáll, mondta el Molnár Attila Dávid, a Petkupa egyik alapítója. Ezért döntöttünk úgy, hogy a vándor madaraknál már bevált GPS jeladókat alkalmazva kutatást indítunk. A hulladékmentes Tisza projekt keretében összesen 7 palackot látnak el jeladókkal, amelyek több mint 2 éven keresztül közölnek majd adatokat a palackok mozgásáról. A palackok indításra készek, de a szakemberek nem aktiválják őket addig, amíg be nem következik a következő műanyag áradat. Erre lehet, hogy még hónapokat kell várni, de addig is online névadó kampány indult a Petkupa közösségi oldalain. A kampánynak köszönhetően a nagy közönség dönti el, melyik palackot hogyan fogják hívni. Ha nem jön elég szavazat, a petkalózok híres hajók után fogják elnevezni a jeladós palackokat. Folyóink országokat és kultúrákat kötnek össze, ezért a Tisza és mellékfolyóinak ökológiai védelme és tisztántartása hosszú távon csak a környező országokkal való együttműködéssel és nemzetközi jó gyakorlatok hazai meghonosítása képzelhető el. Ennek érdekében a Petkupa igyekszik segíteni és felgyorsítani a kárpátaljai hulladékgazdálkodás kiépítését, hogy a problémát már a forrásnál el lehessen csípni. A Petkupa szakemberei a The Coca-Cola Foundation támogatásának köszönhetően októberben a Budapest Víz Világ találkozón és az ISVA bilbaói kongresszusán mutatták be tapasztalataikat és eredményeiket, aminek köszönhetően további nemzetközi kapcsolatokat építhettek ki. Novemberben pedig Amszterdamban a világ egyik legnagyobb vízipari kiállítása, az Aquatec alkalmából ismerkedhettek meg a világhírű óceán és folyótakarító kezdeményezések mérnökeivel, többek között az Ocean Cleanup, a Waste Free Ocean és a Rises Lead Iceland csapatából. Az összehangolt munkának köszönhetően a tavaszi állapotoknál sokkal tisztább Tiszát adunk vissza a vízitúrázóknak, a horgászoknak és a kirándulóknak, valamint a vadvilágnak, emelte ki Hankó Gergely, a Petkupa projekt vezetője és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetője, amivel nagy mértékben növekedett a régió idegenforgalmi értéke, vonzereje is. Elképesztő haragra gerjedtek az állatvédők, amikor kiderült, egy német juhász kutyatenyésztő agyonvert 5 kiskutyát és az anyjukat, egy másik tenyésztő pedig 3 nagyobb kölyköt. Televíziónk információja szerint Karcagra is rendszeresen szállított a tenyésztő. Elképesztő haragra gerjedtek az állatvédők, amikor kiderült, egy német juhász kutyatenyésztő agyonvert 5 kiskutyát és az anyjukat, egy másik tenyésztő pedig 3 nagyobb kölyköt. Tetemeiket bedobták a jászberényi gyepmesteri telep konténerébe, ott fedezte fel az egyik dolgozó. A kutyák itt ezen a kukaharakot találtam, úgy tűnt nekem fel, hogy nyitva maradt a tető, meg akartam igazítani, akkor rájöttem, hát akkor, hogy mégis nem fél bele. Át akartam rakni hát akkor egy másikbe, kiszakadt a zsák, és sajnos hát akkor kiestek hát akkor több agyonütött kutyák, mert az lehetett látni hát akkor a fejen. Utána hát akkor megszámoltam őket, látom, hogy 9 darab volt, és utána hívtam a rendőrt ki, mert az ilyenkor a kötelezettségem. A rendőrök bűncselekmény hiányára hivatkozva lezárták a nyomozást. Az ügyészség új vizsgálatot rendelt el, az sem állapított meg bűncselekményt. Igaz, a nyomozók pont a koronatanút, a telep állatorvosát felejtették el kihallgatni. Borzalmas látvány fogadott. A nyomok alapján egyértelmű volt, hogy a kutyákat agyonverték, állította dr. Csabai Tibor, a telep állatorvosa. Mindegyik állat feje búbja, bundája csupa vér volt, az orrukból a foguk között vér szivárgott. Ezek a jelek mind arra utalnak, hogy nem szopornyica végzett velük, egyszerűen agyonütötték őket. Szerencsétlen kiskutyák alig 6 hetesek lehettek, soha nem találkoztam a praxisom során ilyen kegyetlenséggel. A botrány akkor pattant ki, amikor a telep dolgozója észrevette, hogy a konténerből egy véres kutya fejlók ki. Kinyitotta a tetejét és földre zuhantak a tetemek.
Ő riasztotta az állatorvost, majd a rendőrséget. Két Jászberény környékén élő kutyatenyésztő egy Suzuki-ból dobálta a gyepmester konténerébe a tetemeket. Azonban a telephely kamerája rögzítette az eseményeket és a rendszámukat is. Ez alapján talált rájuk a rendőrség. A nyomozás lezáró jegyzőkönyvből tudjuk, hogy a két kutyatenyésztő állatorvosa arra hivatkozik, hogy az állatok szopornyicás fertőzést kaptak. Nyilatkozta Horgosi Zsolt, a kutyatelepet fenntartó Jászberényi vagyonkezelő és városüzemeltetési non-profit ZRT vezérigazgatója. Mint mondtam, tehát ezt a gyepmesteri telepnek az alkalmazottja észlelte, ő utána a saját állatorvosunkat is, aki a gyepmesteri telepet felügyeli, megkérdezte, és ő is ezt megállapította, hogy sajnálatos módon fejremért ütésben pusztultak el ezek az állatok, tehát ez indította el ezt az ügyet. Amúgy egy, úgy tudom, terepjáróval érkeztek, abból egy fekete zsákban rakták ki ezeket a tetemeket, nem lehetett lezárni rendesen a kukafedelet, hiszen ezek a kukák, amik itt ki vannak helyezve nálunk, ezek a lakosság részére kertellésből tartott házi kisállatok elhelyezésére szolgálnak, ki is van ugye írva, hogy az üzletszerű tevékenységből származó tetemek elhelyezése itt szigorúan tilos, hiszen arra mindenkinek a saját vállalkozása keretében kell leszerződnie az illetékes szervezetekkel. Lehet-e tudni, hogy milyen fajtájú kutyák voltak ezek? Német juhász volt valamennyi, én úgy tudom, és hát egy fiatalabbtól, de ugyan a pár hónapostól talán a 6-8 hónaposig terjedő nagyságban voltak szegények. Már a tetemeket elszállítottuk és megsemmisítettük, annak költségét a két tenyésztő a felszólításunk ellenére nem hajlandó kifizetni. Csabai doktor szerint nincs olyan fertőző betegség, ami egyszerre végez ennyi kutyával. A gazdának kötelessége meggyógyítatni a beteg kutyáját, ha pedig menthetetlen, akkor humánus módon kell megváltani a szenvedésektől, tette hozzá az állatorvos. De ez tűrhetetlen, ha valaki úgy szabadul meg a házi kedvencétől, hogy agyonveri, ha végre megkeresnék a nyomot, nyomozók nagyon szívesen elmondaná nyomozóknak, mit tapasztalt. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!